Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Népszerű volt az élménypiac Szekszárdon, 15 helyi termelő mutatta be a portékáját. Alapkőletétel, Bonyhád újabb beruházással gazdagodik. Elfogták a betörőket, csónakmotort, hifi tornyot és akkumulátortöltőt loptak el Domboriból. Gyurcsány Ferenc utcafórumot tartott, Dombóváron járt a DK elnöke. Tolna megyében is elindult a termelői és kézműves piacok népszerűsítése. Az Agrárminisztérium által támogatott élménypiac második állomása Szekszárdon a Garai téren került megrendezésre. Az odalátogatók nem csupán sajtok, szalámik, szörpök, mézek, lekvárok vagy egyéb kézműves termékek között válogathattak, hanem vásárlás közben koncertek sorát is élvezhették. A gyerekeknek népi játékokkal is készültek a szervezők. Füstölt áruk, kézműves szörpök, lekvárok, madocsai lakodalmas kalács, és még sorolhatnánk a sok kézműves portékát, amit szombaton a Szekszárdi Garai téren megrendezett első termelői és kézműves piacon vásárolhattak meg az odalátogató érdeklődők. A rendezvény fővédnöke Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, nagy szükség van ezekre a hiánypótló kezdeményezésekre. Az, hogy mennyire élhető amúgy egy közösség, nagyon fontos. A minőség és az életminőséghez való úgymond élvezeti termékeket, azokat a kézművesek állítják elő. Az elmúlt években Magyarországon egy új fejezet kezdődött a piacozás történetében, és kivirágzott ez a régi hagyomány. Tolna megyében viszont egyelőre nem terjedtek el a termelői és kézműves piacok egészen idáig. Most viszont 15 helyi termelő mutatta be termékeit a Garai téren, de nem csak vásárolni lehetett, programok is várták a piacra látogatókat. Azért kis élménypiac, mert a gyermekeknek népi faját játékokat hoztunk ide, itt nagyon sok család jól érzi magát, a gyermekek tudnak szórakozni, és úgy tudnak vásárolni és szórakozni, hogy közben a színpadon jobbnál jobb produkcióknak lehetnek a szem és fültanúi. A három állomásból álló élménypiacot az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum támogatta. A rendezvény következő helyszíne Tamási lesz, ahol hasonló módon helyi termelőkkel, kézműves standokkal, koncertekkel, gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket a szervezők. Újabb beruházás vette kezdetét Bonyhádon. Az elmúlt 5 évben a helyi vállalkozók közel 2 milliárd forintot nyertek el különböző pályázatokon fejlesztésre, hangzott el az alapkőletétel ünnepségén. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhád és térsége Tolna megye legdinamikusabban fejlődő területe volt az elmúlt ciklusban. Ma még munkagép dolgozik a területen, de hamarosan egy raktárcsarnok jelzi, hogy újabb fejlesztésen esett át ez a bonyhádi nyilázzarakat gyártó és építőanyagokkal kereskedő cég. Az ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról szólt, az elmúlt esztendők eredményeként Bonyhád Tolna megye legdinamikusabban fejlődő területe volt. Csak gazdaságélénkítés célzó pályázati alapból 9 milliárd forint érkezett a térségbe. Természetesen a családtámogatási rendszernek, a rezsicsökkentésnek és minden kormányzati intézkedésnek az az alapja, hogy Magyarország gazdaságilag egyre jobban teljesít. A most induló beruházás összértéke 270 millió forint, melyből 190 milliót a magyar állam biztosít a pályázat útján. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt emelte ki, sok szó esik az önkormányzat által nyert pályázatokról, pedig a vállalkozások is jelentős sikerrel indulnak ezeken a forrásteremtő lehetőségeken, és az így nyert pénzek hozzájárulnak Bonyhád fejlődéséhez. A statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban Bonyhád ezen a területen is sikeres volt, hiszen az itt működő vállalkozások az elmúlt években megközelítőleg 2 milliárd forint pályázati forrást tudtak a városba hozni, és ezáltal élénkíteni az itt működő gazdaságot. Ami további munkahelyek létrejöttét jelenti, tette hozzá Bonyhád polgármestere. A beruházás tulajdonosa Schneider Péter kiemelte, csak innovációval lehet versenyképesnek maradni, ezért döntenek a folyamatos fejlesztések mellett. Ezzel a csarnok beruházással, ezzel körülbelül most egy olyan 5 fővel fogunk bővülni rövid távon.
Aztán meglátjuk, hogy középtávon ez hogy fog alakulni, lehet, hogy még a telephelyet is kinőjük. A nektározási célra megépülő csarnok a fejlesztés közbenső lépése, melyet várhatóan továbbiak követnek, tovább erősítve a cég és ezzel Banyhád és környéke gazdasági erejét. Március 25-ig még bárki megválaszthatja, hogy hol adja le a szavazatát. Közeledik a választás ideje, és fontos, hogy minél több lakos részt vegyen azon. Vannak azonban olyanok, akik nem a bejelentett lakcímükön élnek életvitelszerűen. Ha április 3-ára nem tudnak hazamenni, nem kell lemondani a választás jogáról, hívták fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Március 25-ig még bárki kérvényezheti, hogy egy másik szavazókörben adhassa le voksát. Az átjelentkezésre irányuló kérelmek mindkét választásra, így az országgyűlési képviselőválasztásra és az országos népszavazásra is vonatkoznak, nem kell külön dokumentumot benyújtani. Átjelentkezni pedig bármelyik magyarországi településre vagy budapesti kerületbe lehet. Az elmúlt 3 napban 5839 új fertőzöttet igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.829.928 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 134, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.095 főre emelkedett. 2061 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.401.000-en kaptak. Tolna megyében 92 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 3 napban, ezzel a járvány kezdete óta 38.828-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Csónakmotort, hifi tornyot és töltőt loptak el egy nyaralóból, Faddomboriból. A tolnai rendőrök elfogták a két elkövetőt, és megtalálták az összesen körülbelül 230.000 forintot érő eszközöket is. Az egyik tettes beismerte a bűncselekményt, a másik viszont nem tett vallomást. Újabb tolvajokat füleltek le a tolnai rendőrök. Február végén egy dunaszentgyörgyi férfi tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hogy a Faddomboriban lévő nyaralójába betörtek, és onnan elloptak egy csónakmotort, egy hifi tornyot és egy akkumulátortöltőt. A tolnai rendőrök széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, mely során március 17-én megjelentek a két faddi férfi lakásán, ott kutatást tartottak. A fiatalabb, 21 éves férfi elszámoltatása során elmondta, hogy a bűncselekményt ők követték el, az eltulajdonított értékek hollétéről is nyilatkozott. A másik elkövető már nem volt ilyen együttműködő. Idősebb, 27 éves társa a gyanúsítotti kihallgatás során a vallomástételt megtagadta, de a kutatás során megtalált tárgyakat lefoglalták, így a sértett kára megtérült. Az elkövetők ellen pedig büntető eljárást indítottak a rendőrségen. Most lehet módosítani a sorrendet. A középfokú iskolákba jelentkezők március 21 és 23-a között változtathatják meg a felvételi lapjukon feltüntetett intézmények sorrendjét. A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van erre. És nem csak a sorrendet változtathatják meg, de a már megjelölt iskoláknak egy másik szakirányát is felvehetik a listára. A módosító tanulói adatlap beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti. Tovább folytatódik a családi adó visszatérítés kifizetése, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A családi adó visszatérítés teljes összege már a 650 milliárd forintot közelíti. A gyermeket nevelő szülők első körben február 14-éig több mint 610 milliárd forintot kaptak vissza a családi adó visszatérítéssel. Azoknak, akik lemaradtak, vagy az adóbevallásukban érvényesítik az adókedvezményt, a második körös kiutalási szakasz március 1-én kezdődött. Azóta 106 ezren igényelték így ezt a járandóságot, és összességében 33 milliárd forintnyi adót kapnak vissza. A pénzügyminiszter hozzátette, arra kérte az adóhivatal vezetőjét, hogy gyorsítsák fel a kiutalási folyamatot, így a bevallás beérkezése után 30 nap helyett már 2 héten belül visszautalhatják a visszajáró adót. A Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc tartott utcafórumot Dombováron, ahol helyi jelöltjükkel, Szabó Lóránddal az orosz-ukrán háborús helyzetről is szót ejtettek. A fórumon hangsúlyozták, milyen fontos az országgyűlési választáson való részvétel,
Emellett a Dombóvárt érintő fejlesztési ötleteket is felsorakoztatták a délután folyamán. Az alig 20 ezres lélekszámú Dombóváron Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjének korábbi látogatása után most a DK elnöke Gyurcsány Ferenc tartott fórumot, ahol azt hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az április 3-ai országgyűlési választás alkalmával mindenki véleményt nyilvánítson a szavazófülkében. A mai tudásunk, érzékelésünk, tapasztalatunk alapján fej-fej mellett van két különböző álom történet. Magyarország vízió, a két nagy tábor támogatottsága, sok minden megtörténhet a következő 15 napban. Azért kell dolgozni, hogy mindaz, amit önök gondolnak, mindaz, amit mi gondolunk, és amiért tenni vagyunk hajlandók, az kerüljön többségbe. A DK-s dombóvári országgyűlési képviselő jelölt Szabó Lóránt azokat a beruházásokat sorolta az utcafórum résztvevőinek, melyek a jövőben meg kell, hogy valósuljanak. Azt gondolom, hogy a legfontosabb továbbra is az M9-es, gyorsforgalmi út, autóútnak a megépítése Szekszárd-Dombóvár Bonyhád között. Az egészségügyünk romokban, STK, mentőállomás, műtőblokk, nem kell isvételni. A DK elnöke hozzátette, szeretné, ha túl lennének már a választáson. Két halálos kimenetelű tűzeset is történt a közelmúltban Tolna megyében. Mindkét esetben konyhai tevékenység okozta az idős emberek halálát. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai arra kérik a lakosokat, hogy ahol idős ember van a családban, azoknak a napi tevékenységeit fokozottan felügyeljék, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyen típusú halálesetek. A közelmúltban történt két tűzesettel kapcsolatos halálesetekről adott tájékoztatást a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Szekszárdon a Demete utcában riasztották a tűzoltókat, ahol a házban lakó idős férfi felső ruházata gyulladt meg főzés közben, ami az életébe került. A tűzoltók kiérkezésekor már nem volt tűz, beavatkozásra nem volt szükség. A másik sajnálatos eset Mőcsényben történt, ahol szintén egy idős ember veszítette életét, miután háztartási tevékenység közben meggyulladt a ruhája. A kora tavaszi, vagy itt a téli időszakban azért mindenki igyekszik rétegesebben öltözni, hogy komfortosabban tudjon otthon mozogni, viszont ezek a vastag ruhadarabok, akár ezek a műszáres ruhadarabok sajnos hajlamosak arra, hogy nagyon hamar meggyulladjanak, és ilyen szinten akár így azt az életünket is elveszíthetik. A halálos lakástűzek áldozatai gyakran egyedül élő idős emberek, akik mire észreveszik, hogy tűz keletkezett, már megtörténik a baj. Ezért nagyon kérünk mindenkit arra, hogy gondolja végig ezeket a teendőit, vagy esetleg cselekvéseket, amelyekkel tudja ezeket a veszélyforrásokat kizárni. Itt a konyhában akár nyílt láng használ, tehát nyilván, hogyha lehetőség van rá, anyagiak is engedik, egy villanytűzhely vagy egy kisebb teljesítményű villanyrezsó is az, amivel már ki lehet zárni. Klasszikus példa az otthoni mécses vagy gyertyagyújtás is, ami szintén hamar okozhat lakástüzet, illetve a dohányzás, ami országos szinten is sok tűz esetért felelős. A katasztrófavédelem munkatársai fokozott elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet mindezek kapcsán. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 1,2 milliárdból épül egy kétszintes parkolóház. Elsősorban a Pécsi Klinika dolgozói és betegei használhatják majd. Segít a megyei önkormányzat. Az Ukrajnából menekülteknek különítettek el 1 millió forintot. Hadtörténeti konferencia Szigetváron. Zrínyi Miklós győzelmének évfordulóját ünneplik. Mintegy 1,2 milliárd forintból épül a Pécsi Tudományegyetem új parkolóháza. A létesítmény a 400 ágyas klinika és az új orvosi kar épület között helyezkedik el. A Modern Városok program keretein belül alakítják ki az építményt, ahol 196 parkolóhely várja majd a kórház dolgozóit és betegeit. A tervek szerint még idén ősszel üzembe helyezik a kétszintes parkolót. Közel 6000 négyzetméteren épül a Pécsi Tudományegyetem új parkolóháza a 400 ágyas klinika mellett. A kétszintes létesítmény a Modern Városok program utolsó eleme. 196 parkolóhelyet alakítanak ki, mintegy 1,2 milliárd forintból. A beruházást bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Szigeti úti kampusz elsőként igyekszik szakítani a zárt egyetemek hagyományával. Éves szinten közel 100 000 fekvőbeteg kerül ellátásra, több mint 1,5 millió járóbeteg ellátási esemény történik a klinika központ teljes területén, akkor létfontosságú, hogy ebben az igen drága üzemben
a lehető legmagasabb szinten tudjuk az infrastruktúrát biztosítani. Ezek folyamatosan történnek a Pécsi Tudományegyetem területén, különböző telephelyein. A parkoló bővítése a Honvéd utca felől hivatott enyhíteni a város környező útszakaszainak forgalmi terheltségén. Az eseményen Kővári János kiemelte, hogy hamarosan tárgyalásokat tartanak az egyetem vezetőségével annak érdekében, hogy a pécsi lakosok is használhassák az elkészült parkolót. Nyilván elsősorban az egyetemi dolgozók, a konferencia tevékenység vagy a betegellátás lesz az elsődleges ebben a parkolóban, ezt fogja kiszolgálni. De ami még örömhír, hogy mellette van egy játszótér és egy nyitott park is, amire szintén a helyieknek nagy igénye van, és ezt már használhatják. A mögöttünk lévő létesítményt pedig, ha minden jól megy, akkor ősztől fogják forgalomba állítani. A létesítményben egyébként az alsó szinten 96, még a felső szinten 100 jármű fér majd el, de elektromos töltőállomások is helyet kapnak. A két szinten pedig elkülönített forgalom kezelésére is van lehetőség. Elkülönített 1 millió forintot a háború elől menekülők segítségére a Baranya megyei önkormányzat. Az összegből olyan élelmiszereket, egyéb cikkeket vásárolnak, amikre szükségük van a bajba jutottaknak. A Baranya segédprogram keretében érkezik az adomány, amit országos segélyszervezeteken keresztül juttatnak el az ukrán határhoz. Segíti a Baranya megyei önkormányzat az Ukrajnából menekülőket. Erről döntöttek rendkívüli ülésükön a megyei képviselők csütörtökön. Baranya segítprogram keretében a közgyűlés egyhangú szavazati arányjal támogatta, hogy 1 millió forint értékben juttassunk el segítséget és támogatást a háború elől menekülők részére. Az országos karitatív szervezetekkel fogjuk a kapcsolatot felvenni, és rajtuk keresztül fogunk segítséget nyújtani, annak érdekében, hogy olyan segítséget nyújtsunk, biztosítsunk, amelyre valóban szüksége van a háború elől menekülő családoknak. A karitatív szervezetekkel egyeztetve szerzik be a szükséges áruféleségeket. Ezeket szállítják majd a határhoz. Őri László szerint folyamatos segítségnyújtásra lesz szükség az ukrán válság miatt a következő időszakban. Arra számítok, hogy a segítségre hosszabb távon is szükség lesz, hiszen ugyan reményeink szerint minél hamarabb beköszönt a béke, de az is teljesen biztos, hogyha a fegyverek ropogása el is halkul vagy elmúlik, azt követően is még rövid és középtávon is lesznek olyanok, akik a nehéz helyzet elől kényszerűen elhagyják az otthonukat, tehát a segítségre nem csak most rövid távon, hanem hosszú távon is szükség lesz. Így kell készülni és így kell beosztani az erőforrásainkat. A megyei elnök köszönetet mondott Baranya polgárainak. Sokan megmozdultak és gyűjtésbe kezdtek, adományokat hoztak, hogy segítsék a háború elől menekülőket. Őri László szerint jelesre vizsgáztak emberségből a megyénkben élők. Magyar-horvát hadtörténeti szimpózium kezdődött pénteken Szigetváron. A jubileumi előadás sorozat apropóját az a szigetvári csata adta, melyet a magyar várvédők első nagy győzelmeként jegyez a történelem. A Fiume Barátai Egyesület szervezte azt a kétnapos konferenciát, mely Zrínyi Miklós 480 évvel ezelőtti győzelmét és annak körülményeit dolgozza fel. A meghívott előadók az 1542 óta eltelt idő magyar és horvát hadtörténeti sarokköveiről tartanak előadásokat. Nagyon fontosnak tartjuk a közös történelmnek a kölcsönös tiszteleten alapuló megemlékezését és ennek a projektnek a sikerét a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében is. Azt gondolom, hogy a közös történelmi hőseinken keresztül újra közelebb kerülhetünk egymáshoz, a két nemzet, amely egyébként jó kapcsolatban van, jó barátságban van. A megnyitó ünnepségen részt vett Varga Zoltán alpolgármester, Drago Horváth, pécsi horvát főkonzul, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy hazánk és Horvátország települései között nagyon jó a kapcsolat, a két nép a történelem során is együtt tudott működni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vár most egy 1,5 milliárd forintos felújításon esett át. Gyakorlatilag az építészeti része kész van, és most az új kiállításokat rendezik be, úgyhogy arra várunk, hogy minél hamarabb ezt átadhassuk a közönségnek. Én nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy Magyarország és Horvátország múltjában van egy olyan közös pont, amire mind a két ország közösen jól és együttműködve európai gondolatok mellett tud megemlékezni. A konferenciával bővebben két hét múlva jelentkező Horvát fél óra című műsorunkban foglalkozunk. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden.
Népszerű volt az élménypiac Szekszárdon, 15 helyi termelő mutatta be a portékáját. Alapkőletétel, Bonyhád újabb beruházással gazdagodik. Elfogták a betörőket, csónakmotort, hifi tornyot és akkumulátortöltőt loptak el Domboriból. Gyurcsány Ferenc utcafórumot tartott, Dombóváron járt a DK elnöke. Kedden sem várható számottevő felhőzet az égen, marad a szikrázó napsütéses, frontmentes időjárás. Általában gyenge vagy mérsékelt keleties légmozgás lesz jellemző. Jelentősen melegszik a levegő, délutánra bőven plusz 15 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka folytatódik az eseménytelen, csillagfényes időjárás. Napnyugtát követően gyorsan csökken a hőmérséklet, de már kevesebb helyen várható hajnalban fagy. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!